Szeptember 26-án a budapesti Mária Remetei Kisboldogasszony Bazilikában tartotta a történelmi vitézi rend 2015. évi vitézavatását. A ceremóniát az ünnepélyes bevonulás nyitotta meg, melyen a történelmi vitézi rend jelképei az avatópallos, az országvédőpajzs és a rendi zászlók behozatalát követően vonultak be a vitézi szék tagjai. A vitézi szék tagjai után az egyházi méltóságok érkeztek, végül a koronaőrök kíséretében a Magyar Szent Korona másolata. Az ünnepélyes bevonulást és a himnuszt követően elhangzott a rendimádsága a Magyar Hiszek Egy, majd Vitéz Soltész Gyula, főszéktartó törzskapitány köszöntötte a rend tagjait, az egyházak képviselőit és minden megjelent vendéget. Főtisztelendő és nagy tiszteletű egyházi méltóságok! Excellenciás hölgyeim és uraim! Nemzetes hölgyek, nemzetes urak, tisztelt vendégeink! Tisztelettel köszöntöm a történelmi vitézi rend meghívott vendégeit, a testvér lovagrendek és a történelmi társaságok képviselőit. Az ünnepség megnyitója után a vitézavatásnak helyet adó templom plébánosa Eszterházy László pápai káplán címzetes prépost esperes szentmisét mutatott be. Összezsúfolódtunk a Remetei templomban, nagy belvárosi templom helyett, de a jó emberek kis helyen is elférnek, és annál nagyobb szeretettel és szívvel. Ezt a szentmisét a vitézi rend élő és elhunyt tagjaiért ajánlom fel, hogy méltó módon vegyünk részt, ezen az áldozaton vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Pőce István evangélikus lelkész, aki ezen a napon maga is felavatásra került, Isten áldását kérte a jelenlévőkre. Meg vagyok győződve bizonnyal, hogy olyan történelmi időben kerülünk a történelmi vitézi rend tagjai közé, amely időben fokozottan nagy feladatok várnak ránk. Mi vagyunk azok, akiktől az új lendület elváratik, és egyúttal mi biztosítjuk a folytonosságot. A vitézi rend mindig erőt merített a keresztény múltból, és Urunk kegyelméből ma is meríthet a jövő építéséhez. Monostori Marcell vitézi székkapitány görögkatolikus parókus szerint a történelmi vitézi rend eseményei közül a legszebb és legfontosabb ünnep a vitézavatás. Ez mindig a megújulás, a frissülés, a folytonosságnak a megnyilvánulása. De egyben a megméretés is, hogy még mindig vannak olyan emberek, idősebbek, fiatalabbak, ami vonzza őket, hogy ide tartozzanak. Valami vonzza őket. Az ide tartozás vágyát megalapozza a hazaszeretet, a nemzet szeretete, az Isten szeretete, hiszen ismerjük a mondást, tiszteld őseidet, mert rajtuk keresztül nyertél életet, és örököltél Istent és hazát. Detre Katalin Tóth Kálmán Előre című versével fokozta az ünnepély emelkedettségét. A gárdának a jelszavát egész világ hangoztatja. A francia gárda meghal, hanem magát meg nem adja. Nekünk is volt egy jelszavunk, lázba jött a honvéd tőle, nem volt abban a halálról,
nem volt abban a megadásról, csak egy szó volt, hogy előre. Ezzel hímzé a honleány, e szóval a honfi zászlót. Ezzel ment el az a gyermek, akit anyja másnap gyászolt. A rendezvény a kitüntetések átadásával folytatódott. Az elismeréseket a magyar nemzet és a vitézi rend érdekében végzett érdemes munkásságukért adományozták a díjazottaknak. Hunyadi László, a történelmi vitézi rend főkapitánya, a történelmi vitézi rend aranyfokozatú nemzetvédelmi keresztjét adta át Rákai Filip szerkesztő, producer, televíziós műsorvezetőnek, Vitéz Vot Imre törzskapitány koronaőrparancsnoknak és Vitéz Érchegyi Istvánnak, Ausztria törzskapitányának. A vitézi rend Horthy Miklós emlékérmét vitéz Detre Gyula, tiszteletbeli törzskapitány kapta. Ezüstfokozatú nemzetvédelmi kereszttel tüntették ki vitéz Jó Katalin, magyar szakrális lélek- és szellemgyógyítót, tanítót, Cseh József Ferenc nyugállományú alezredest, valamint Tóth István Szabó mestert, a magyar nemzeti viseletek és díszegyenruhák készítésének kiemelkedő szakemberét. Az ünnepi ceremónia emelkedettségét tovább erősítette vitéz Publik Antal szavalata, aki Ábrányi Emil Él a magyar című ma is időszerű költeményét mondta el az ünneplő közönségnek. Szükség van arra nemzetem, hogy élj. Habár hibád sok, s bűnöd sorja nagy, van egy erényed, mely fényt vette rád, melyért az Isten mindent megbocsát, hogy a szabadság leghűbb véde vagy. Ezért hiszem, akármit mondjatok, hogy a magyar nem vészel, s élni fog. Az avatás előtt a vitézi rend új tagjai közösen is esküdtettek a vitézi rend eszménye és célja iránti hűségükről. Tisztelek! Apatandó állomány! Vigyázz! Eskü! Hösz! Én vitéz! Esküszöm a Szent Koronára, hogy a vitézi rend célkitűzéseit a rendi kódex előírásait ismerem, azokat a vitézi rend főkapitánya és a vitézi előjáró utasításaihoz hűen életem végéig, minden körülmények között megtartom. Magyarságomat soha meg nem tagadtam. Semmiféle nemzetellenes vagy titkos szervezetnek tagja nem voltam, és nem vagyok. Isten engem úgy segéljen. Avatott állomány, eskü, törj! Részegységes vitézi. Vigyázz, pihenj! Az eskütételt követte az ünnepség legmagasztosabb része, a vitézavatás. Vitéz Béres Ferenc törzskapitány hagyományos módon a vitézi rend országvédő pajzsának kongatásával jelezte az avatás megkezdését. Legelőször a posztumusz hősök vitézzé nyilvánítására került sor. Vitéz Hunyadi László főkapitány összesen 12 elhunytat fogadott a vitézi rend tagjai közé. Ignát Márton, magyar királyi csendőr, őrmester. Jelen, vitézzé fogadom. Jeronyi János. Jelen, vitézzé fogadom.
kerékgyártó József, magyar királyi őrvezető. Jelen! Vitézzé fogadom. Lovas Zoltán, magyar királyi ezredes. Jelen! Vitézzé fogadom. Saját előírása szerint a történelmi vitéziren tagja az lehet, aki Istenbe vetett hittel kész élete árán is megvédeni hazáját. Aki síkra száll olyan eszményekért, mint Isten, haza, család, demokratikus társadalmi rend, független ország, jogegyenlőség, s aki egyben vallja Trianon jogtalanságát és harcol minden szélsőséges parancsuralmi megnyilvánulás ellen. Ezen hitvallás alapján 2015-ben összesen 77 fő válhatott így a rend vitézi tagjává. A ceremónián területi törzsenként avatták az új rendtársakat. Közép-Magyarország keleti törzszékének avatandóit vitéz Bucsi László törzskapitány szólította. Várományosi jogon nyert felvételt Dobai Glauser Márta Veronika úrhölgy. Várományosi jogon avatjuk vitéz Zahorec Sándor, rendőr alezredes urat. A nemzetvédelmi tagozatban nyert felvételt nemzetes Falk László úr. Nemzetvédelmi tagozatunkba avatjuk Németh Mária nemzetes asszonyt, vitéz Pintér Sándorné úrhölgyet. Törzszékünk új rendtagjaira Isten áldását kérem. Az avatási ceremónia végeztével vitéz Hunyadi László, a történelmi vitézi rend főkapitánya köszöntötte az új rendtagokat, és Isten áldását kérte rájuk. Hála szavait kell, hogy mondjam azoknak az előttünk járó rendtársainknak, vitézeknek, vitézősöknek, akik belétek ezt a szellemiséget, ezt a nevelést súlykolták, hogy ma mi sem természetesebb, hogy ezen a jeles napon, dacolva az időjárással, viszontagságokkal újra együtt lehetünk. Hazámat szolgálom, ez volt a válaszotok, és ez mindennél fontosabb. Ez a legfontosabb, amit mondhatatok, hiszen ez a szent haza évről évre, napról napra újabb kihívásoknak van kitéve, de azért vagyunk magyarok, és azért vagyunk vitézek, hogy ezeket kihívásokat, ha nem is könnyen, ha nem is egy mozdulattal, de elhárítsuk a nemzet égboltja felől. A történelmi vitézi rend 2015. évi budapesti vitézavatási ünnepsége a Szózat, a Székely himnusz, majd a Boldogasszony anyánk című katolikus magyar néphimnusz eléneklésével ért véget. Történelmi vitézi rend 2015. évi avató ceremóniájáról készült teljes felvételt megtekinthetik a Régió Plus televízió műsorán.